A járvány okozta hosszú kihagyás után ebben az évben arra számítunk, hogy minden tervezett rendezvényünket a korábban megszokott méretben és minőségben tudjuk majd lebonyolítani. Mondta a legutóbb a Babics Kulturális Központ partner találkozóján Berlinger Attila igazgató. Nos, a most következő hétvége az első jele lesz ennek a folyamatnak, hiszen a Táncvilágnapja, a Szexádi Néptáncfesztivál és a kétnapos Retrumajál is változatos programokat kínál. Számos civil egyesület jelentkezett azzal a szándékkal, hogy ők is örömmel kitelepülnek a Prometheus Parkba, és hozzájárulnak ehhez a retro hangulathoz, tehát hagyományos játékok, népi fajátékok és a régi idő, programjait megelevenítő eseményekkel készülnek, főzőversennyel, kézműves programokkal, helyi termelők bemutatkozásával, és hát a koncertek maguk is egy kicsit ezt a hangulatot idézik. A hétvégének első programja a pénteki táncvilágnapi esemény lesz, melyben a latin táncokkal ismerkedhetnek az érdeklődők délután és este a Béla téren. Eközben közel 500 táncos részvételével négy év után ismét megrendezésre kerül a nagymúltú 1968 óta létező szexádi Néptáncfesztivál. 12 együttes jön az ország legmagasabb minősítésű együttesei. Évtizedek során ez a fesztivál egyre-egyre magasabb minőséget hozott. Ez mindig a, a, az együttesek, akik ide érkeznek, azok határozzák meg a fesztivál minőségét természetesen, és nagyon szépen kialakult, hogy a kiváló minősült együttesek érkeznek ide. A sajtótájékoztatón Berlinger Attila arról is szót ejtett, a tavasz változatos és programokkal teli időszak lesz Szexádon. Így lassan kialakul a május végi gyereknap végleges programja, de a pünkösdi hal és vadünnep is sztárt fellépőkkel napokat hoz majd. A részletes programok megtalálhatók a Babics Kulturális Központ honlapján és műsorfüzetében.